Ismét egy olyan mérkőzés következik, mely a szerdaihoz hasonlóan rangadónak számít. Legutóbbi ellenfelünk nagyon keményen megdolgoztatott bennünket, a védekezésünket a második félidőre fel kellett javítani a győzelem érdekében. Vasárnap is hasonló összecsapásra számítok, ismét egy olyan gárda ellen játszunk, amely bárki ellen győzelmi esélyekkel lépett pályára, így nem lesz egyszerű dolgunk, de mi képesek vagyunk ezt a meccset megnyerni. A magyar bajnokság egy erős és jó pontvadászat, melyben kimondottan jó játékosok pattogtatnak. Még nem volt olyan meccsünk, ahol az ellenfelünket különösebb gond nélkül könnyedén legyőztük volna, a hátsóbb régiókban álló gárdák is képesek jó periódusokra. Kiegyenlített a mezőny, ezért nagyon fontos, hogy ilyen jó pozícióban állunk most, ez meghatározhatja a szezon további részét is. Amikor egy játékosnak bejönnek a dobásai, az természetesen megadja a kellő önbizalmat. Ezzel én is így vagyok, a legutóbbi meccseken jól jött ki a lépés, beestek a dobásaim, de ez egy csapatjáték, az a lényeg, hogy győzelemhez segíthessem a csapatomat. Ebben a sportban csak a siker számít, vasárnap is nyerni szeretnénk, mert ez további önbizalmat adna. Az idei meccseken már nem szeretnénk botlani, az újabb győzelmek nagyon jó pozícióba segítenének minket az új esztendő kezdetére.